Köszönöm a hallgatóságot. Ez itt a Quantum 3. Egyes előadás. Szeptember 16. A múltkor megbeszéltek alapján a programunk a következő. A fél év elején gyorsan átismételjük a szimmetria fizikáról tanultakat, tehát részben a csoportelmélet kettőben a folytonos csoportok ábrázolásáról szól dolgokat, és utána ennek a kvantummechanikai alkalmazásait, és főleg a spinről meg környékéről lesz szó. Ezek szerepeltek az előző fél évben, de azt mondtátok, hogy nem nagyon tanulta meg mindenki, ezért érdemes most erről beszélni. Utána viszont az következik, hogy visszatérünk a folytonos ábrázolásokhoz, tehát a függvényreprezentációhoz. Azzal is elkezdtünk már korábban foglalkozni, akkor eljutottunk a hullámcsomag szétfolyására. Ami következik, az egyrészt a harmonikus oszcillátornak, amit algebraiak már tárgyaltunk, annak a függvényreprezentációs tárgyalása, és ott nagyon érdekes dolgok jönnek ki, egyebek között eljutunk a lézerig. A következő lépés szintén a folytonos reprezentációban megnézzük a hidrodinamikai modellt, illetőleg ennek kapcsán a kapcsolatát a kvantummechanikának, a klasszikus mechanikának a Hamilton-Jacobi féle megfogalmazásához. Amit ti elvileg tanultatok annak idején a Györgyi Kozánál, de nem biztos, hogy azt mindenki megtanulta, tehát azt fel fogjuk idézni a Hamilton-Jacobit, és akkor kiderül, hogy mi köze van a kvantummechanikához. Ennek a gondolatmenetnek a végén pedig megbeszéljük a Feynman integrált. A fél év végén pedig a második kvantálás probléma körébe fogunk belebotlani, ami ettől matematikailag egy kicsit független, de logikailag nagyon izgalmas, és ezt a hivatalosan a reguláris kvantummechanika előadásban nem tanítják, hanem itt ott elszórva a statfizbe, szilárdtest fizikába, molekula fizikába meg itt ott elmondják. Ennek én az alapgondolataira szeretnék majd koncentrálni, hogy utána a formális technikai részét akkor már könnyebben befogadjátok, hogyha az alapjait értitek, tipikusan ez szokott elsikadni a sok számolás mellett. Nagyjából ez a program. Hát idézzük fel akkor a kvantummechanika alapjait, és hogy mit az ennek a szimmetria fizikához. Kvantummechanika kiindul egy Hilbert térből. A Hilbert tér az egy olyan komplex lineáris tér, amiben skaláris szorzás van értelmezve, és a skaláris szorzás, tegyük, az kapcsolatot létesít a lineáris tér és a duálisok között. Ezt kétféleképpen lehet elindítani, ugye minden lineáris térnek van duálisa, a végtelen dimenzióban, macera, hogy most izomorfa vagy nem izomorfa az eredetivel, és akkor azt mondjuk, hogy nekünk olyanok kellenek, amik izomorfa az eredetivel. Ez az egyik felépítés. A másik az, hogy magán az eredeti téren értelmeznek egy skaláris szorzást, azzal kapcsolatban mindenféle dolgot megkövetelnek, tehát hogy a skaláris szorzásban lehet normát definiálni, meg kell tenni, hogy a normálban vett konvergenciára nézve legyen teljes a tér, és ezek után Rees-Fisher tétel bebizonyítja, hogy akkor ez a tér, ez izomorfa a duálisával, tehát minden a duális térben levő vektornak megfelel egy az eredeti térben levő vektor, és a funkcionál hatása az ugyanaz, mint a skaláris szorzás azzal a másik vektor. Lényeg az, hogy van a tér, és van a duálisa, amik izomorfok egymással, csillag, és akkor ennek az elemét jelöljük Psi ketvektorokkal, ennek az elemei bravektorokkal. Az egymásnak megfelelőeket ugyanazzal a betűvel szoktuk jelölni, és akkor a Phi Psi az egy, úgy is tekinthetjük, hogy a duális térben levő elem hatott az eredetire, és így csinál belőle skalár, de úgy is, hogy ez akkor egy H kereszt H-ból a komplexbe menő skaláris szorzás. Az a nevezetessége, hogy hermitikus, tehát ha megfordítom, akkor a konjugátját kapjuk. A ketvektorok terében a lineár kombináció lineár, és a duális vektorok terében antilineáris. Tehát, hogyha van egy fi, ami úgy néz ki, hogy alfászor fi 1, meg bétászor fi 2, alfa, béta komplex számok,
akkor az ennek megfelelő duális vektor az alfa csillagszor, a fi 1, meg beta csillagszor, a fi 2. A számolásban gyakorlatilag ezt a képletet kell kihasználni. Akkor mi volt a kvantummechanikai axiománk? Hogy minden fizikai rendszernek megfelel egy Hilbert tér. A rendszer egy állapotának megfelel a Hilbert tér egy vektornak. Pontosabban bevezettünk a Hilbert tér vektorai között egy ekvivalenci relációt, phi ekvivalens phi veszővel, ha létezik egy olyan C komplex szám, ami nem nulla, és a phi vesző egyenlő C-szer a phi. De egy szorzó tényező nem számít, az ugyanazt írja le, hogy ezek az ekvivalencia osztályok, tehát a Hilbert-teret lefaktorizáljuk az ekvivalenciával, akkor ennek az elemei az olyan sugarak, tehát egy-egy irányú vektorok, milyen hosszú az nem számít. Ez lehetővé teszi, hogy lenormáljuk a vektorokat, tehát kikössük, mivel hogy ez a szabadságban megvan, kikössük, hogy legyenek egyre normáltak a vektorok, tehát olyanokkal dolgozunk, amik egyre vannak normálva. Ez még mindig nem teszi egyértelművé, hiszen még ez a sem lehetőségünk megvan, hogy éradi alfászor fit veszünk, tehát egy alfa valós számot írunk, akkor éradi alfa egy egységnyi abszolút értékű komplex szám. Ez a szorzási szabadságunk megvan. Ha egy rendszer, vagy egy képletekben, vagy elméletben szerint összes vektort megszorozzuk éradi alfával, akkor nem változik sem. Arra viszont vigyázni kell, hogy a különböző vektorok relatív fázisára számít. Tehát ha két vektort össze akarok adni, de előtte az egyiket megszorom egy ilyen alfával, akkor az eredmény az egy másik vektor lesz, és akkor a fizikai következmények is vannak. Tehát a vektorok relatív fázisa számít. Tehát megfeleltettük az állapotnak a Hilbert térsugarát. Következő lépésként kikötjük az állapot változásnak a mikéntjét. Az állapot változás az ez folytonos. Úgy képzeljük el, hogy ez a vektor akkor a Hilbert térnek az egység gömbjén valahogy folytonosan vándorol. És lineáris. Tehát, hogyha egy phi nullból kiindul egy időfejlődés, és phi t lesz belőle t idő múlva, egy psi nullból kiindul egy másik időfejlődés, és ez psi t, akkor ha veszünk egy harmadik, ami z állapot, z nullt, ami alfászor phi null plusz bétászor psi null, akkor ezt az idő át fogja vinni ZT-be, ami alfászor a phi t plusz bétászor a psi t. Alfa-béta konstansok. Azok nem fognak változni az együtt. Jó? Ez viszont lehetővé teszi, hogy azt mondjuk, hogy a phi t-t egy időfejlesztő lineáris operátor csinálja a psi nullból. Kikötöttük, hogy a pszik azok egyre normáltak legyenek minden pillanatban. Ez legyen egyenlő a phi nullal, egy. Ebből következik, hogy a G az unitér. G inverze egyenlő az agyongátjával. Következő kitalációnk a G-nek a csoporttulajdonsága. GT2 hat a GT1 után, azaz fejlesztjük az időt egy kicsit T1-jel, aztán kicsit T2-vel, az ugyanaz, mint hogyha T1 plusz T2-vel fejlesztem. Ez viszont azt mondja, hogy akkor a GT az exponenciális alakú, E ad T szer egy B operátor. A G unitaritásából azt következik, hogy a B az antihermitikus, ezért kiemelünk egy I-t, és a szépség kedvéért még egy 1 per H vonást is, mínusz I per H vonásszor, tényszer H, ahol a H az már egy hermitikus operátor, és ekkor a G az tényleg unitér lesz. A H vonás az azért kellett, tudod, hogy a nagy H-nak a mértékegysége energia. Akkor azt kaptuk, hogy a psi a T-ben az E ad mínusz I per H vonásszor H T szer a psi null. Ez az időfejlődés egyenlete, hogyha ezt most lederiváltuk az idő szerint, és kicsit átszorozgattuk, akkor megkapjuk a Schrödinger egyenletet, IH vonásszor a színek az időderiváltja, egyenlő H
Operator Sorapsite. Ő a Schrödinger egyenlet, abszolút kettvektoros jelölésmód van, ezért ugye egyenes détium, mert semmi parciális, csak az idő a változó. Ezt meg kéne oldani, de nem kell megoldani, mert ott van fölötte bekeretezve a megoldás. Az a fizikának az a furcsa eset, amikor előbb volt a megoldás, és aztán vezettük le az egyenletet belőle. Természetesen a tényleges megoldáshoz az kell, hogy ezt az exponenciális operátort kiszámítsuk. Ahhoz viszont meg kell oldani a H-nak a saját érték problémáját, tehát hogyha megoldom a H kis fi k egyenlő EK fi k problémát, akkor azzal a H operátor úgy írható, hogy szumma, vagy esetleg folyton a spektrum esetén integrál K-ra, a EK saját értékek, ezek energiadimenziók, szor fi k fi k, és akkor a Green időfejlesztő operátor E ad minusz I per A vonás szor H szor T, az akkor szumma K-ra, E ad minusz I per H vonás szor EKT szer fika fika. És ezt kell alkalmazni ebben a képletben. Ezt alkalmazzuk egy finúra, vagy pszinúra, kezdőállapotra, és akkor megkapjuk a későbbieket. Tehát a kvantummechanikában az összes probléma elvileg van oldva. A nehézségek ide koncentrálódnak, ugye Hamilton a saját érték problémájára, ezt hívjuk időtől független Schrödinger egyenletnek, és ezt nehéz megoldani a gyakorlati esetben, és ennek a tényleges megoldására mindenféle közelítő módszereket szoktak alkalmazni, mert általában nem tudjuk exaktul megcsinálni, kivéve persze néhány nagyon egyszerű esetet, láttuk annak idején a harmonikus oszcillátornak a problémáját, azt teljesen kettvektoros formalizmusban meg tudtuk oldani. Akkor már mindent tudunk a kvantummechanikával, mi a helyzet a fizikai mennyiségekkel, mik azok a fizikai mennyiségek, és honnan veszük a hálát? Ez a kérdés. A egyik helyes válasz az, hogy a kisujjunkból szopjuk. Ha egy új fizikai rendszerről van szó, amit nem ismerünk, akkor megnézzük a kísérleteket, és kitalálunk olyan H-operátorokat, amikkel a Schrödinger egyenletet megoldva rekonstruálni tudjuk a vizsgált fizikai rendszernek a tulajdonságait. Hát ez mostanában divat, tehát az új megismerendő fizikai rendszereknél nem veszünk sem. A másik a klasszikus, hogyha van egy klasszikus mechanikai CM, klasszikus mechanikai rendszer, akkor ott van egy Lagrange függvény Q-knak, Q-pontoknak, T-nek esetleg a függvénye. Áttérünk a Hamilton formalizmusra, akkor Q-k és P-k szerepelnek benne, és tetszőleges fizikai mennyiség felépíthető Q-ból, P-kből, esetleg a T-ből. Az a recept, hogy az F fizikai mennyiségnek megfelelő operátor, az legyen az F függvénye a Q és P operátoroknak, és még azt kell tudnia, hogy úgy kell ügyeskednünk, hogy azért hermetikus legyen, hogy a saját értékei valósak legyenek. És a Q-nak meg a P-nek tudnia kell a Heisenberg-féle cserélelációt, PK és QL operátorok kommutátora, az H-vonás per I-szer, Kronecker delta KL-szer, az egység operátora Hilbert-térnek. Na most a legtöbb esetben ez tisztességes operátorokkal nem elégíthető ki. Tehát amit például a függvényreprezentációból szoktunk használni, hogy a Q-nak megfelel a Q-val való szorzás, P pedig a konstanszor, a gradiens, ezek nincsenek értelmezve az egész Hilbert-téren. Durván szólva, egy függvény nézetesen integrálatos benne van a Hilbert-térben, akkor az x-szerese általában nincs benne, és a derivátja sincs. Tehát ebből számtalan probléma származik, de a köznapi fizikusi számolási gyakorlatban ezt el szoktuk hanyagolni, kivéve, hogyha az ember éppen bele volt. Múlt héten kaptam egy olyan kérdést, hogy egy fizikus hallgató TDK-e írás közben pont belebotlott egy ilyen kérdésbővény problémába, és akkor nézték, hogy van ez, aztán kiderült, hogy pont ez van. P az nem egy tisztességes operátor, és akkor egy kicsit matematikailag szőrözni kell. No, Rajma János bebizonyította, hogy minden, ami a kvantummechanikában kiszámolható, az ezekből a relációkból következik, tehát reprezentációtól független, ezért úgy reprezentálom, ahogy akarom. A
következő játék az, hogy mi a méresemmélet. A méresemmélet azt mondja, hogy ha az F fizikai mennyiséget meg akarom mérni, akkor ennek az operátornak fel kell írni a saját érték problémáját, és akkor mondjuk kis f, k a saját értékek, tudjuk, hogy ez hermitikus operátor, tehát ezek valósak, kis f, k lesznek a lehetséges mérési eredmények. Persze az mély filozófiai kérdés, és sokat lehet, azt akkor, hogy honnan tudja az a műszer, hogy én éppen most impulzus momentumot mérek, vagy helyet mérek, vagy mi a fenét, kölcsönhatás, akkor éppen vizsgált fizikai rendszerrel, és valamilyen állapotba kerül, de hogy az éppen impulzus momentum mérés, vagy töltésmérés, vagy hogy fogom értelmezni, hát ezt el kell magyarázni a műszernek, erről rengeteget vitatkoztak. Minden esetre az állítás a következő, hogyha a fi megegyezik, tehát a rendszernek a pillanatnyi állapot, amikor éppen mérünk, megegyezik ezzel a fikával, akkor 100% valószínűséggel a mérés eredménye FK. Mi van akkor, hogyha nem egyezik meg, akkor ha szerencsénk van, és ez egy rendes mennyiség, akkor a fik bázist alkotnak, fik általában bázist alkotnak, KL egyelő 1-től végtelenig, ez bázis Hilbert térben, akkor a psi t állapot kifejthető, summa kára CKT, szerkis fikák, ahol a CK-kat ugye úgy kapjuk, hogy a fikákkal skalárisan meg kell szorozni a pillanatnyi állapotot, és ezek komplex számok. Az az állítás, ugye, hogy a mérés eredménye FK, a valószínűsége pedig CK abszolút négyzet. Ugye az állítás az volt, hogy psi, psi egyenlő egyel, de ez ebben a felbontásban, hogy a kisfik egyre voltak normálva, akkor kiderül, hogy a szumma CK abszolút négyzet, az a szumma a valószínűségeké, a valószínűség összege tényleg egy. Folytonos spektrum esetén ugye annak nincs értelme, hogy a műszer pontosan 3 cm-t mutat, hanem a műszer valahol valamilyen intervallumban mutat valamit, és akkor annak van valószínűsége, hogy a mérés eredmény beleesik egy intervallumban, tehát valószínűség helyett valószínűség sűrűséget kell érteni. Ekkor a C, a K-nak, ami az index, hogy melyik állapotról van szó, annak akkor folytonos függvénye, és akkor C abszolút négyzet, D alfa paraméter, az annak a valószínűsége, hogy a mért mennyiség a D alfa intervallumban esik. Ugye a folytonos esetben minden egy kicsit bonyolultabb. Ugye ez volt a mérési axióma. Még egy dolog tartozik hozzá, ami megint rengeteget vitatkoznak, hogy a mérés során a rendszer beugrik a FK állapotba, tehát elfelejti, hogy ő eredetileg melyik pszítében volt, hanem utána, a mérés után 100% valószínűséggel a FK-ban van, és onnan indul további kalandozásra. Azt viszont már megint a Schrödinger egyenlet mondja meg, ami műszertől független, hanem a magára a vizsgált rendszerre jellemző a Hamilton operátor, és akkor a műszer beugrasztotta egy új kezdőállapotba, onnan aztán elindul a saját dinamikája szerint. Ha véletlenül ez a kezdőállapot, ez egyben ez a műszernek, mérésnek valamelyik saját, adott fizikai mérésének valamelyik saját vektor, az egyben a Hamiltonnak is saját vektor, akkor viszont benne marad a rendszer. Ugye a Schrödinger egyenlet szerint, hogyha Hamiltonnak valamelyik saját állapotában volt a rendszer, akkor ott is marad. Ezért az örökké ott marad, és akkor később megint megmérem ugyanazt. De elvileg elmászik a rendszer, tehát a psi a fikától elkezd vándorolni, és később megmérem, akkor kaphatok mindenféle. Ez megint kérdés, hogy ha elég gyakran megmérem, akkor még nem ment túl messzire, és akkor a legnagyobb valószínűség oda fog visszaugrani, ahol volt. Mint amikor a férj kimegy az ajtón, és akkor utána szól a feleség, hogy már elmentél, akkor visszajön, hogy még itt vagyok. Ez ismétlődik, úgyhogy akár másfél óráig még mindig nem megy el, és még mindig ugyanabban az állapotban van az ajtóban. Ezt méréssel is igazolták, tehát így a mérés eredményét környékén óriási viták vannak. Honnan tudja a valóság, hogy most éppen mérés folyik, ezért most ugrasztani kell, és most éppen nem folyik mérés, akkor most a Hamiltonnal folytonosan kell változtatnia a rendszer állapotát. Ugye, sokan próbálkoztak azzal, hogy kiküszöböljék ebből a folyamatból a
fizikust, az embert, a pszichét, aki kölcsönhatásban lép a rendszer, és tudomásul vesz, hogy most ő éppen ebben az állapotban van. Erről szólt Schrödinger macskának a paradoxona is. És az egyik régóta meglevő javaslat, aminek az eredeti Károlyházi Frigyestől származott a 60-as évekből, ez az volt, hogy itt majd lesz egy kvantumgravitáció, de a lényeg az, hogy a gravitációhoz, ami összeugrasztja valahogy a állapotokban, túlságosan szétfolyik a Hilbertében, túlságosan sokfele megy, akkor a gravitáció úgy összehúzza a állapotot, tehát a rendszer magát méri meg, nem kell hozzá külső mérést, akkor túl nagy, akkor megrázza magát és összeugrik. Ezt aztán később Penrose, akinek biztos sokan hallottatok a nevét, felkapta, továbbfejlesztette matematikailag, és mivel sokkal híresebb ezzel az ő neve alatt terjedt. A múlt héten jelent meg egy olyan mérési eredmény, hogy a bizonyos részecske fizikai mérések úgy tűnik, hogy cáfolják a Penrose-féle elméletet, mert a Penrose-ból az következik, hogy bizonyos folyamatban, mint a 70 ezer fotonnak kellett volna megjelenni, de csak 50 jelent meg, azért az eléggé nagy különbség. Tehát nagy valószínűséggel ennek az összeugrásnak nem ez a gravitációs elmélet a magyarázata. Erre Penrose nyilatkozta, hogy hát ő otthon ült a járványba, és kidolgozta az elméletnek a még modernebb változatát, amely nem jósol 70 ezer fotont, tehát mégsem halt meg az elmélet. Ez ügyben még fogtok érdekes dolgokat hallani. Nem túl sokan tartják valószínűleg, hogy ezt a gravitációkhoz lesz az összeomlás, de hát minden elképzelhető. Ez az egyik problematikus. Ha túlestünk itt a spinnen meg egyebeken, akkor majd beszélni fogunk a ellegyenlőtlenségről, amit a méréselméletnek a 60-as évek közepén kezdődött új reneszánszát jelentette. Ezt azért halaszgatom egy ideig, mert kell hozzá a spinnek a matematikája, hogy a legegyszerűbb eseteket tárgyalni lehessen, csinálják exaktú kizetesen számolni valamit, ami összehasonlítható a kísérletekkel. A méréselméleti axiomákból következik az, hogy lehet értelmezni az f-nek a várható értékét, ami szumma a valószínűségek szorozva az fk értékekkel. Ez némi algebrázással kiderül, hogy ez nem más, mint a psi, az f-operátor és a psi szendvicse. Ez a psi állapotban van a rendszer, és keresem az f-nek a várható értékét. Ezen persze azt kell érteni, hogy sok példányban elkészítem a rendszert, ugyanolyan állapotba hozom őket, és elvégzem a mérést, hol ezt kapom, hol azt kapom, és akkor átlagolom a kapott mérési eredményeket. Ez viszont megegyezik a matematikailag ezzel a szendvicssel, ami azért jó, mert ezt nem csak ebben a reprezentációban lehet kiszámolni. Ha valami technikai dolog akadályozza, például mert marha bonyolultak az operátorok, akadályozza a saját vektoroknak a kiszámítását, egy másik bázison is dolgozhatunk, és ott is ki tudom számítani ezt a szendvicset. Független attól, hogy tudom-e, hogy mik a F-operátornak a saját vektorai, a szendvics akkor is kiszámolható, és akkor a mérési eredmények átlagához szeret hasonlítani. Ami még ide tartozott, az a szórás, ugye értelmezi az ember a mennyiség mínusz az ő átlaga négyzetének a várható értékének a négyzetgyökét. Jó, és akkor erről kiderült, ezt nevezzük ugye delta F-nek. Ez a szórás. Ha van két fizikai mennyiség operátora, hermetikusak, A adjungát egyenlő A-val és B adjungát egyenlő B-vel, akkor vesszük az ő kommutátorukat, C egyenlő, így mondjuk, hogy AB kommutátora, az egy újabb operátor, de a kommutátorról kiderül, hogy antihermetikus, ezért leemelünk belőle egy I-t, tehát I-szer C operátor, és akkor a C megint hermetikus lesz. Akkor a határozatlansági reláció azt állítja, hogy delta A szor delta B az nagyobb egyenlő, mint 1/2 a C-nek a várható értéke a psi állapotban. Itt egy abszolút értéket kell írni. Ez a határozatlansági reláció. Ennek egyik speciális esete, amikor az A és B operátor szerepében fellép egy P meg Q, ugyanaz egymáshoz kanonikusan konjugált mennyiségek, ezekről tudjuk a cselereláció alapján, hogy a kommutátoruk konstans. Ezért a jobb oldalon az állapottól függetlenül mindig H/2 van. Tehát akkor a impulzus meg a koordináta, a egymáshoz tartozó impulzus és koordináta nem mérhetők egyszerre teljes pontossággal, mert a bizonytalanságoknak a szorzatára van egy gyors. Hogyha nem az impulzusról és a koordinátáról van, hanem más mennyiséget tört, a C operátor, a kommutátor az általában nem konstans,
és előfordulhat, hogy a cének a várható értéke bizonytalan. Ebben az esetben az A-nak meg B-nek a bizonytalanságának a szorzatáról csak azt tudjuk, hogy nagyon nulla, tehát akár nulla is lehet. Tehát a határozatlansági ráció ilyen esetben nem zárja kell. Tehát a határozatlanság nem azt állítja, hogy H1-es per 2-nél nagyobb, hanem hogy a célja várható értéke per 2-nél nagyobb, és a impulzus meg a koordináta esetén igaz, hogy ennek. No jó, hát akkor menjünk tovább. A szimmetriáknak a vizsgálatnak következik. Most ugye még egy dolog kell ide. A várható érték fogalma segítségével sikerült átírni a mozgásegyenletet. Mi azt mondtuk eddig, hogy van egy psi, egy F mennyiség várható értéke, psi t a t pillanatban, psi t szer az F operátor szor a psi t, de a psi t-t az időfejlesztő operátor hozza létre, tehát azt mondtuk, hogy a psi null, ide kell írni a gt-nek az inverzét, itt az F operátor, és ide írom a gt-t, és itt a psi null. Kezdőállapot. Ezt el lehet nevezni egy az F operátornak egy új reprezentációjának. Ez a Heisenberg képbeli, tehát akkor a psi nullszor az időben változó Heisenberg képbeli F. Ugye az eredeti Schrödinger-féle képben a operátorok konstansok és az állapot változik. Heisenberg képben az operátorok változnak, az állapot állandó. Azért jó, mert ha szerencsétlen, az operátorok föl lehet írni mozgásegyenletet, és az derült ki, hogy az operátornak a mozgásegyenlete az úgy nézett ki, hogy hiper H1-szor a Hamiltont kommutálni kell az F operátorra. Ezt mindenkit a Heisenberg-féle reprezentációba kell nézni. Ha gyakorlatilag utána nézzük, akkor kiderül, hogy ezek az egyenletek megegyeznek a megfelelő klasszikus mechanikai. Tehát, hogyha a Hamiltont a klasszikus fizikából vettük. És akkor ezek például az oszcillátornál az ismert M szer X kép, pont egyenlő mínusz K szer X egyenlet, meg is így tovább. Ezt szerencsénk van, meg tudjuk. És ekkor viszont ismerjük az F operátornak az időfüggését, hogy csak a kezdő állapotot kell köréje tenni, megszendvicselni, akkor az ki lehet számítani a tetszőleges pillanatbeli várható értékét, akár annak a fizikai mennyiség. Van egy cifrább megközelítés, ami csak részben viszi el az időfüggést az operátorokra. Hamiltont két részre bontjuk. Az egyik egy olyan, aminek ismerjük a megoldását, tehát például egy szabad részecske, vagy egy harmonikus oszcillátor, és a maradék rész írja le például a kölcsönhatást, vagy az oszcillátornak az anharmonikus részét, és akkor amit meg lehet oldani exaktul, azt rákenjük az operátorra, tehát akkor a G-függvény az a perturbálatlan rendszernek a időfejlődését tartalmazza, és a maradék időfejlődést meg rátesszük a pszire, tehát akkor az operátor is változik, meg az állapotvektor is változik, operátor változását azt exaktul ki tudjuk számítani, mert olyan egyszerű választottuk azt az operátort, például a szabad részecskét oszcillátornak, és a maradék egyenlet, ami viszont a hullámfüggvényre vonatkozik, az valamivel egyszerűbb lesz, és azt perturbáció számítással szokták megoldani. Ez nagyon elterjedt a kölcsönható rendszerek elméletében, illetőleg például a kvantumtér elméletben, meg ilyen helyeken ezzel a trükkel számolnak, ezt hívják Dirac-féle képnek, ez olyan átlapoló dolog a Schrödinger és a Heisenberg kép között, mert mind a két mennyiség változik az időben. Ezt majd sokat fogjátok tanulni statfizből, meg molekulafizikából, meg részecskefizikából, meg ilyen helyeken, hiszen ott ez az általános írásmód. Fölhívom a figyelmet, hogy Hamilton sokféleképpen lehet két részre választani, tehát ugyanannak a rendszernek több különböző Dirac képbeli leírása lehetséges, attól függ, hogy mit választok exaktul megoldható résznek a Hamiltonban, és mit teszek át az operátorokra, és mit hagyok a vektorokon. Heisenberg képnek ezt az egyenletét, ezt most érdemes a szimmetriák szempontjából is megjegyezni. A következő lépés tehát a szimmetria. Végrehajtunk valamilyen transformációt, és a vizsgált objektum mégis ugyanolyan marad. Hogy írjuk le ezt a kvantummechanikában? Hát az állapot téren kell megvalósítani, tehát van egy psi állapot,
van egy T-transformációnk, ami egy transformáció csoportnak az eleme. A T-transformációhoz tartozik egy UT, unitér operátor, amely ugye megegyezik a agyunkágya, megegyezik az inverzével. Tehát a transformációt megvalósítja egy unitér operátor, és azt mondjuk, hogy az eltransformált rendszer pszije, az az UT operátor szor a pszi. Jó, én ezt végignevően bizonyítottam be, hogy a szigmetákhoz tartozik egy unitér, vagy esetleg anti-unitér, aminek az agyunkágya az mínusz az inverz, ez ritkán fordul elő, de maradjunk az unitérnek. Ez persze az unitaritás azt is jelenti, hogy ha a pszi egyre volt normálva, akkor az eltranszformált is egyre normálva. Mit jelent ez? Hogy ez ugyanolyan. Az eredeti pszi kielégítette a Schrödinger egyenletet, azt mondta, hogy IH vonás T per DT-je a pszi T-nek az egyenlő a Hamilton-szor a pszi T. Az, hogy ugyanolyan a rendszer, az eltranszformált, az azt jelenti, hogy a pszi vesző is ki fogja elégíteni éppen DT-je, pszi vesző T-nek. Helyettesítsük be, hogy az IH van, ez is egyenlő akkor a Hamilton-szor a pszi vesző T. Ha ide beírom, hogy ezt az U hozza létre, IH vonásszor D per DT-je, az U operátor szor a pszi-nek. Az U egy konstans operátor, tehát azt ki lehet emelni az elejére, U-szor, I per H vonás, vagy bocsánat, I szer H vonás, szor D per DT-je pszi-nek. De erről az eredeti Schrödinger egyenlet miatt tudjuk, hogy ez a H-szor pszi. Másrészt viszont ezt behelyettesítve, ez akkor H-szor U-szor pszi. És ennek az egyenlősének minden pszire fenn kell állnia, ezért U és H kommutál. A szimmetriát leíró operátor kommutál a dinamikát leíró operátorban. Ezt tanultuk a rezgő golyók rendszerénél, ott is ugye, hogy a dinamikát azt egy mátrix írta le, és volt egy szimmetria transformáció, például tükröztük a golyós-rugós rendszert, és ugyanolyan maradt, akkor a szimmetriát szintén egy szimmetria transformáció szintén egy megfelelő mátrix írta le, és ez kommutált a dinamikai operátorban. Mire használtuk ezt a grupnál, arra, hogy az állapotteret, vagy ezt a lineáris teret felbontsuk olyan alterekre, amik a szimmetria operátornak a megfelelő alterei voltak, és csak azon az alteren vizsgáljuk meg a dinamikai operátornak a hatását. Ott ez egy véges saját érték problémához vezetett, hogyha ezt a véges teret, véges dimenziós teret, kisebb dimenziós résztelő alterekre bontottuk, akkor azokon kisebb mátrixoknak kellett a saját érték problémát megoldani, alacsonyabb fokú egyenlet volt, aminek a megoldása könnyebb. Kvantummechanikában itt végtelen dimenziókra van szó, tehát általában azért macerás az élet, de itt is igaz az, hogyha megkeresem az U-nak a saját altereit, akkor a Hamiltonnak a saját vektorai benne vannak az U-nak a saját altereiben. Tehát azt lehet mondani, hogy ha veszem a H-nak a saját függvényeit, H, VK, egyelő, LK, VK, és eltranszformálom ezzel a bizonyos UT transformációs operátorral a VK-t, az egy phi veszős K, akkor ez is a Hamiltonnak ugyanahhoz a saját értékhez tartozó, EK-hoz tartozó saját vektora. A transformáció nem visz ki a saját altérből. Ha megnézzük a transformációt, akkor az a Hamiltonnak egy-egy saját alterét fogja jelölni. Itt operátor kommutálnak az egyiknek a saját vektorban, a másik saját alterében. Most ha megkeressük az U-nak a saját altereit, akkor a Hamiltont le tudjuk korlátozni a altérbe, és ott dolgozunk tovább. Mind a két játék működik, hogy a Hamiltonnak a saját alterein megnézzük, hogy ott az U, vagy fordít, hogy az U-nak az alterein, hogy mind a kettő jó. Lényeg az, hogy csökkentjük a vizsgált Hilbert teret, és akkor azon a résztéren tudunk dolgozni. Másrészt, ha elővesszük a előzőt, a fizikai mennyiségeknek a Heisenberg kémbeli reprezentációját, azt kaptuk, hogy az idő szerinti derivált az I per H vonásszor
a Hamiltonnak, meg az F-nek a kommutátora. Azért a Hamilton kommutál egy operátorral, akkor ez itt a jobb oldalon nulla, és akkor annak a Heisenberg képbeli reprezentáció derivált nulla, tehát az kastas operátor a Heisenberg kép. Vigyázott, az U-nak az volt a szerepe, hogy ő egy transformációt leír operátor. Az F meg egy fizikai mennyiség. Az U az unitér, az F meg hermétikus. Tehát azok nem biztos, hogy ugyanazok. Ezért két eset van. Ugye az U, ami unitér, az egyben hermétikus is. És hermétikus. És én mondtam, hát az U-nak az adjungátja az egyenlő az U inverzével, másrészt U adjungátja egyenlő U-val, tehát U inverz egyenlő U-val, U négyzet egyenlő az egységgel. Ez egy involutórikus operátor, egy tükrözés jellegű operátor, saját értéke egy plusz-minusz egy. Az ilyen jellegű mennyiségeket paritások. Különböző operációt valamilyen tükrözésnek, és a megfelelő saját értékeket plusz-minusz egyet, az pozitív vagy negatív paritás állapot. Legegyszerűbb ilyen operáció a térbeli tükrözés. Ha a rendszer térbeli tükrözése invariáns, akkor a Hamilton operátor kommutál a tükrözés operátorral, a tükrözést megvalósító unitér operátorral, amit paritás operátornak hívunk, és akkor egyik saját a térben pozitív a paritás, másikban meg negatív. A Hamilton operátor saját altelei szétbomlanak egy plusz egyes paritáson, meg egy mínusz egyes paritáson. Maga az egész Hilbert szétbomlanak egy plusz egyes és egy mínusz egyes paritású altérre, és külön meg lehet nézni az egyiken meg a másikon a mennyiségeket, és a Hamiltonnak a keresett saját vektorai, amik kellenek a dinamika leírásához, azok benne vannak az egyik vagy másik altérben, tehát lehet mondani, hogy vannak pozitív paritási alapotok, meg negatív paritások. Most ezt nem csak térbeli tükrözéssel lehet elmondani, például töltéstükrözéssel, vagy mindenféle bonyolultabb esetekben, ahol még a Hilbertér az szorzati jellegű, és akkor mindenféle véges dimenziós térrel meg van szorozva, erről majd lesz még most szó ide egy-két hét múlva. Ott abban a térben egy kevésbé szemléletes, de szintén tükrözés jellegű operáció előfordulhat, és mindig, amikor tükrözés jellegű involutívus operációk vannak, akkor megkereshetjük a pozitív paritású, meg negatív paritású altereket, és azokon külön dolgozhatunk, Hamiltonnak a saját vektorait, osztályozhatjuk, hogy ennek a tükrözés transformációnak a plusz egyes, a másiknak meg a mínusz egyes, a harmadiknak megint a plusz egyes alterébe tartozik. No? Ezek a mennyiségek ugye jellemzőek a vizsgált állapotra, minél több ilyen dolgokról, annál jobban meg van határozva. A másik eset, amikor a transformáció folytonos, akkor a transformáció egy folytonos alfa paramétertől függ, és hát ugye tudjuk, hogy a transformációk csoportot alkotnak, hogyha ez egy egyparaméteres csoport, akkor be lehet vezetni a kanonikus paramétert, és akkor a transformációk egymás után a T alfa plusz beta, akkor az megfelelő unitér operátor úgy írható, hogy E ad, kiemelünk itt is egy mínusz I-t, mínusz I-szer alfászor, egy, G az már volt, legyen egy Z operátor itt. Akkor a Z, hogyha az U az unitér, akkor kiderül, hogy a Z az hermétikus. Ugyanezt csináltuk, amikor a időfejlesztésnél a Hamiltont választottuk. Z hermétikus. Ha az U kommutál a Hamiltonnal, akkor ebből következik, hogy a Z is kommutál a Hamiltonnal. A Z viszont, mint hermétikus operátor, már képviselhet fizikai. Ezért, ha megkérdezzük a ZT Heisenberg képbeli fejlődését, akkor az I per H vonásszor a Hamilton és a Z kommutátora az nulla. Ezért a Z mint operátor a Heisenberg képben is konstans. Azt jelenti, hogy mivel a várható értékét a változó időben változó rendszernek a várható értékét úgy kell kiszámítani, hogy a psi null kezdő állapotot szendvicseljük az időben változó operátorral, tehát a megfelelő mennyiségnek, z-nek a várható értéke a t pillanatban, az egyrészt mondható úgy, hogy a psi t szor a
Z. Schrödinger képbeli. Psi T. De mondhatom úgy is, hogy Psi 0. A Z. Heisenberg képbeli, ami általában időtől függ. Ször Psi 0. De most azt mondtuk, hogy a Z nem függ a Hamiltontól, ezért ez is konstans. A várható értéke konstans. Ez egy megmaradási tétel. A szimmetriából megmaradási tétel. A folytonos szimmetriából a szimmetria csoport generátorának ennek az ének, mint fizikai különbségnek, a megmaradó volta. Következik, tehát a várható értéke időben állandó. Ha véletlenül a rendszert egy adott pillanatban betettük a z-nek egy saját állapotába, akkor ott is marad, és a várható értéke a saját értéke. Az, hogy a folytonos szimmetriákból következnek megmaradási tételek, ezt a klasszikus fizikában is tudjuk, Emmy Newtonnek az általános tétele biztosítja ezt. Külön a pontmechanikában és külön a mezőelméletben is van Noether-tétel. De a kvantummechanikában az az újdonság, hogy a másik ág, amikor diszkrét transformációk vannak, tehát ütközések, ott is van megmaradási tétel, tehát a paritás is megmarad, hogyha Hamiltonnal kommutál, paritás is egy fizikai mennyiség, ennek megfelelően a klasszikus fizikában nem találunk. Ez az exponenciális írás mondja a folytonos transformációknak, ez nagyon hasznos a továbbiakban. Nézzük a következőt. Egyszerű példa, ez is szerepelt már tavaly. Egyszerű példa az eltolás. És most dolgozzunk a függvényekkel. Tehát legyen a psi az valami x mennyiségnek a függvénye. Egyszerűségedért valós függvényeket fogok itt lerajzolni, tehát van egy phi x függvényem. Azt úgy kell elképzelni, hogy az x tengely mentén valami ilyen izé. Hajtsunk végre egy eltolást, tehát odébb viszem A-val. Ugye ezt a görbét le kell rajzolni A-val odébb. Ezt megtanulta mindenki a középiskolában, hogy akkor az eltranszformált, ez az eltolás A-val, a phi x-re, azt úgy kell fölírni, hogy a phi-t az x minusz A helyen keresem. Ezt viszont Taylor sorfejtéssel az x körül sorba tudom fejteni. Tehát, hogy néz ez ki, a phi az x-ben, meg a phi derivált az x-ben szorozva minusz A-val, meg egy kettedszer phi második deriváltja az x-ben szorozva minusz A-nak a négyzete, plusz-plusz, stb. Tehát szumma ilyenek, hogy a phi-nek az n-edik deriváltja x szerint, phi x-nek, meg van szorozva a mínusz A-nak az n-edik hatványával per a n faktoriális. Ez a Taylor sor. Most ezt a következő módon tudom írni. Szumma n-re, nullától végtelenig, mínusz A az n-ediken, a d per dx operátor az n-ediken per n faktoriális, és kiemelem mögéje a phi x-et. A zárójelben fölismerem az exponenciális függvényt, E ad mínusz A szor D per DX operátor van alkalmazva a phi x-re. És ha összehasonlítom az elejét meg a végét, azt kapom, hogy a T operátor, az A-val való eltolás operátora az E ad mínusz A szor D per DX. Ha Taylor tudta volna, hogy ő tulajdonképpen a eltolás operátornak az exponenciális alakját hozta létre a Taylor sorról, akkor nagyon csodálkozott volna, mert ő erről még nem tud. Na most innen már egy kicsit kell csicsázni. Emeljünk ki belőle egyrészt egy i-t, itt a kitevőben, meg egy h-vonást. Úgy írom, hogy e ad mínusz i per h-vonás, a mínusz az ott van, akkor van egy h-vonás per i szer a d per dx, és van az a. Ezt az operátort, hogy h-vonás per i szer d per dx, ezt elnevezem p operátornak, és akkor ez E ad mínusz I per H vonás szor H számszor P. Vigyázzat, az A egy szám, az a csoport paramétere, tehát továbbra is igaz, hogy TATB, az a TA plusz B. Jó, az látszik, hiszen ez egy paraméteres csoportot alkotnak. A P a hermitikus generátora az eltolás csoport. Klasszikus mechanikai nosztalgiából ezt hívjuk impulzusnak. Tehát az impulzus az nem más, mint az eltolás generátor.
ha több dimenzióról lenne szó, akkor XYZ irányban különböző eltolásokat lehetne csinálni, ezek egymással kommutálnak. Mindegyikhez hasonló módon be lehet vezetni a megfelelő generátor, csak akkor parciális d per dx-et kell írni, d per dy, d per dz-t. Young-tól tudjuk, hogy a d per dx és a d per dy műveletek kommutálnak egymással, tehát a px, py, pz három operátor, az kommutál egymással, ezzel megkaptuk a csere-relációk egyet. Ha most technikailag behelyettesítjük, hogy tegyük föl, hogy az x-el való, vagy az x helyének az operátora az az x-el való szorzás, és kiszámítom, hogy mennyi az x-nek és a p-nek a kommutátora, 6 egy psi x-re, akkor ezen úgy azt kell érteni, hogy x-szer, álvonás per i-szer, a, fordítva, bocsánat, p-nek és P-nek és X-nek a kommutátorát akarom hattatni egy pszire, akkor az a H vonás per I szer D per DX, és az X kommutátora hat a psi X-re. Úgy kell érteni, hogy H vonás per I szer D per DX hat arra, hogy X szer psi, mínusz X szer a H vonás per I szer D per DT-je a D per DX a pszinek. A Leibniz szabály szerint elvégezve a műveletet azt kapjuk, hogy H vonás per I szer dx per x szer a psi, és a plusz tag a másikat, az éppen ez az utolsó kiviszi. Ez pedig akkor egy, ez nem más, mint H vonás per I szer az egység operátor hat a psi-re. Ez a két operátor, az x-el való szorzás, és ez a most definiált p, éppen kielégíti a Heisenberg féle generációt. De ez nem igaz, azért nem igaz, mert a közbenső mennyiségek általában nincsenekben a Hilbert térben. Egységoperátor szóval a psi benne van, de ez, hogy d per dx az x-er psi-nek, az, meg egyáltalán az x-er psi, ezek tipikusan nincsenek benne a Hilbert-térben, már maga a d per dx psi sem. Ezért bár a végeredményben formálisan kijön, hogy az egységoperátor adott a psi-re, közben illegális vizeken kalandoztunk, hogy vékony jégen sétáltunk és esetleg beszakadhat. Tehát, hogy gyakorlatban időnként előfordulhatnak olyan esetek, amikor vigyázni kell, mert ez akármilyen jól hangzik, nem teljesül. Tehát úgy kell ezt elegánsan mondani, hogy a P meg az X operátorok nincsenek az egész Hilbert téren értelmezve, mert kivisznek belőle. Ugye a tisztességes operátor az a lineáris téren, hatva benne hagyja az eredményt, benne hagyja abba a térbe. Hát a deriváló operátor kivisz a függvénytérben a négyzetesen integrált a függvények teréből. Mindenesetre az, hogy az impulzust, mint az eltoláscsoport generátorát így írhatjuk föl a térorsor segítségével, az motiváció arra, hogy miért pont így írta föl Schrödinger, aztán később Dirac, az impulzus operátorát ilyen H-vonás perészer gradiens formában. Az eltolások, hogyha a több dimenzióban is csináljuk, kommutatív csoportot alakítanak. Az igazi bonyodalmak akkor jönnek, amikor nem kommutatív csoport a kvantummechanikai alkalmazásáról van szó. Az első nem kommutatív csoport, amiben az emberiség belebotlott, az a forgáscsoport volt. És ezért a következő, amit át kell ismételnünk még a ősidőkből, a csoportelmélet 2-ből, az a forgáscsoport és ábrázolásai. És ha ezt felidéztük a megfelelő jelenségmóddal együtt, akkor utána majd tudjuk alkalmazni arra, hogy mi történik a kvantummechanikában, hogy kell a forgatásokat a kvantummechanikában alkalmazni. Tehát vegyük a forgatások csoportját. Ebben ugye olyan operátorok vannak, amik a háromdimenziós teret, a háromdimenziós geometriai teret önmagára képezik, ezt a vektorteret, de úgy képezik le, hogy akkor egy vektorhoz, egy V-vektorhoz hozzárendelnek egy V versus egyenlő forgás operátor szor V vektort, és ezt megcsináljuk egy U vektorral is, U vektorból csinálunk egy U versust, ami a forgatás operátora szor az U. Azt követelem meg, hogy a V versus szor U versus skaláris szorzat, az legyen egyenlő a V szor U skaláris szorzattal. Ebből az következik, hogy az F operátor szor az F operátornak a transzponáltja, az legyen az egységoperátor, tehát úgy is mondhatom, hogy a F operátornak a transzponáltja az a F-nek az inverze.
Az ilyeneket hívják ortogonális operátorokra. Ha veszem ezt az egyenletet, hogy F-transponált egyenlő 1, és ennek veszem a determinánsát, akkor kiderül, hogy a detf-nek a négyzete az 1, tehát a detf az plusz vagy mínusz 1 lehet. Ugye az operátorhoz is rendelünk determinást, emlékeztek, operátort egy adott bázison mátrixszal kell reprezentálni, és kiderítettük, hogy a determinás értéke független attól, hogy melyik bázisra reprezentáltuk, ezért mondhatom, hogy az operátornak van determinás. Hát most kiderült, hogy ennek plusz vagy mínusz 1. Akkor az összes ilyen operátor halmaza két részre bomlik. Bocsánat, itt nem volt plusz, tehát volt, ez volt az F-forgatások csoportja. Akkor ketté bomlik, és az egyikben plusz egy a determinás. Tehát itt van az az F halmaza, forgatások halmaza, és annak van egy részhalmaza, és azt hívják F plusznak. F pluszban akkor van benne egy F operátor, hogyha egyrészt ortogonális, másrészt detf egyen. Mindazt, amit elmondtam, itt a hármas helyet akármilyen n-nel is mondhatta volna, tehát az n-dimenziós térforgatásainak a csoportjára ez mindig az, és bennünk egy speciál, most konkrétan a háromdimenziós térforgatásai érdekelnek. Kiderül, hogy ugye a kétdimenziós térforgatásai triviálisak, mert azt tanultuk, az kommutatív. A koszinusz, minuszinusz, fiszinusz, fi, koszinusz, fi, és mátrixokkal lehet leírni, az egy kommutatív egyparaméteres csoport. Háromdimenzióst vizsgáltuk, az bonyolultabb, és négytől fölfelé még sokkal bonyolultabbak a forgatások. Tehát a három az egy észszerű kompromisszum, hogy ezt adta föl nekünk az Úristen, hogy ezt ismerjük meg legelőször. Na most tudjuk, hogy az adott bázison az operátorok mátrixokkal reprezentálhatók. Az F-beli F-et egy reprezentálni tudom egy F-mátrixszal, ami viszont akkor egy O3 csoportnak az eleme, amelyben akkor a mátrixok tudják azt, hogy a mátrix szorozva a mátrix transzponáltjával egy egység. Ennek van egy részcsoportja, az F plusz, mégpedig invariáns részcsoportja. Ez ugye a részcsoportnak lenni jele. Akkor ennek megfelelően itt az O3-nak is van egy részcsoportja, amit úgy jelölünk, hogy SO3. És akkor egy ebbeli F-operátort pedig egy itteni F-mátrix fog reprezentálni, amit van. Tehát az SO3-beli mátrixok azok egyrészt tudják azt, hogy a transzponáltja az inverze, másrészt a mátrixnak a determinánsa az 1. Mi most ezt a csoportot nézzük, tehát a tükrözésekkel egy ideig nem foglalkozunk, az SO3 csoportnak az ábrázolásaira vagyunk kíváncsiak. Az SO3-ból kiveszünk egy elemet, egy F-et, és ezt kétféleképpen írhatjuk föl. Egyrészt úgy, hogy az N-tengely körüli fi-szögű forgatásnak a mátrixa, másrészt úgy is fölírhatjuk, hogy az X-tengely körüli alfa-szögű, az Y-tengely körüli béta-szögű, a Z-tengely körüli gamma-szögű forgatás egymás utánja. Ismervén az alfa-béta-gammát, ezeket a mátrixokat fel tudjuk írni, hiszen például a Z-tengely körüli forgatás, az a kétdimenziós koszinusz, minusz, szinusz, szinusz, koszinuszos mátrix, kiegészítve nullákkal meg egyesekkel, megfelel másképp elrendezve megkapjuk a másik kettőt. Hármat összeszorozzunk, kapunk egy jó randa mátrixot, lehet ellenőrizni, hogy ortogonális, és tanultuk azt, hogy hogy lehet kiszámítani, hogy milyen szöggel forgat, és milyen tengely körül. Veszük a spúriát, és az a spúria az 1 plusz 2-szer koszinusz fi. És akkor leolvassuk a fit, és megkeressük a nulla saját, vagy az 1 saját értékhez tartozó saját vektorát, és az lesz az n forgás tengely. Fordítva is megtehető, ha megadom az n tengelyt és a fi szöget, akkor némi macerával ki tudod számítani az alfát, bétát, gammát. Vigyázat, a sorrend nem mindegy. Hát itt most, ahogy írtam, akkor először a Z-tengely körül forgatunk, aztán a Y, aztán az X-tengely körül. Ha fordítva először az X-tengely körül, akkor más alfabéta számok jönnek ki. Egy harmadik lehetőség az Euler szögek, azt ugye tanultátok mechanikából. Euler először a Z-tengely körül forgat, aztán az X-tengely körül, aztán megint az új Z-tengely körül. Tehát nem a három különböző tengelynek megfelelő forgatásokat használja. Ezek persze mind átszámolhatók egymásba, és vannak rá képletek, hogy lehet, csak jó macerás.
Az egész annak felel meg, hogyha, amit tanultuk általában a csoportelméletben, hogyha van egy csoport, folytonos csoport, az egyben egy sokaság. A sokaság az egy olyan, durván szólva, sima halmaz, amelynek minden pontja egyenértékű, és lokálisan, ha elrad valamivel reprezentálható, a mi esetünkben elrad hárommal, mert három paraméterre adhatunk a forgatást. Viszont algebrailag van egy kitüntetett pontja, mert ez egyben csoport is, tehát ennek a halmaznak az elemei maguk a forgatások, amik összeszorozhatók egymással, van egy speciális kitüntetett, az egységelem. Az egy paraméteres részcsoportok átmennek az egységelemen, és az itteni érintők egy vektorteret alkotnak, amelyen bevezethetjük a csoportalgebrában származó szorzást és az ahhoz rendelt kommutátort, és kiderült, hogy így kapunk egy Lie algebrát. A Lie algebra az a Lie csoport egy paraméteres részcsoportjai érintő vektoraiból áll, és értelmezzük rajtuk a kommutátor műveletét. Ugye a csoportból át lehet vinni erre a Lie algebra, mint lineáris térre át lehet szorzás műveletet, két elemet össze lehet szorozni, hiszen a csoportból vett elemek lineár kombinációról van, szóval a csoportban meg van szorzás, ez a csoport algebra, és ha kommutátort veszük, akkor csiribi, akkor a végtelen dimenziós csoport algebrából bejutunk a véges dimenziós Lie algebrába. A Lie algebra az annyi dimenziós, ahány paraméteres a csoport. Na most akkor fölvehetünk benne van bázist, ami három lineárisan független vektor, amit úgy mondhatunk, hogy három algebrailag független egy paraméteres részcsoportnak a generátora. Forgatásoknál tipikusan az ember az X, az Y és a Z tengelyek forgatásokat fogja választani, és akkor az egyik állítás az, hogy ha van itt egy paraméteres csoport, másik egy paraméteres csoport, itt vannak az érintők, akkor egy tetszőleges eleme a csoportnak, fölírható egyrészt úgy, hogy vesszük az egyik egy paraméteres csoportban, meg a másik egy paraméteresben az egyik elemet, és ennek a kettőnek a szorzata. Ez kicsit hasonlít ahhoz, hogy minden kétdimenziós vektor fölírható két megfelelő egyenes belső egydimenziós vektor megfelelő lineár kombinációként, csak hát ugye itt most nem lineáris térről van, szóval sokkal bonyolultabb az élet. Ez felel meg annak, hogy akkor itt a jól kiválasztott egy paraméteres részcsoportokból elemeknek a szorzataként áll elő. A másik leírás viszont azt jelenti, hogy magán ezen a bizonyos csoportelemen át is átmegy egy és egy határozott egy paraméteres részcsoport, tehát ő maga is egy paraméteres részcsoportnak az eleme, és akkor annak a generátorát meg lehet keresni, és annak a generátora viszont az n-tengely körüli forgatások generátora, az a lineáris tér volta miatt, nem más, mint az x-tengely körüli, y- és z-tengely körüli forgatások generátorainak a lineár kombináció. Erre a kétféle fölírásra is szükségünk lesz. Hát magát ezt úgy írhatjuk, ezt a mátrixot, hogy E ad alfászor egy B1 mátrix, E ad bétászor egy B2 mátrix, E ad gammászor egy B3, hiszen ezek egy paraméteres csoportok önmagukban. Azok, és az alfa szög az a kanonikus paraméter, tehát így átírható, a bék azok 3x3-as mátrixok, nullákból egyesekből, meg mínusz egyesekből állnak. Antihermitikusak a szerencsétlenek, ezért érdemes úgy írni, hogy leválasztunk belőle egy i-t. És úgy írjuk, hogy e ad mínusz i-szer alfászor j1, vagy az egyestet ide szokás föntre írni, e ad mínusz i-szer bétaszor j2, e ad mínusz i-szer gammászor j3. A jég konkrét ismert mátrixok, föl is írom őket. J1 az úgy néz ki, hogy itt van egy mínusz i, és itt van egy i, 3x3-as, a többi helyen nulla van. A J2-es az úgy néz ki, hogy itt van egy i, itt egy mínusz i, a J3-as meg itt egy mínusz i, és itt egy i, a második pozícióban és a többi helyen meg nulla van. Ezeknek a kommutátora a következő, tudja, a k-diknak és az l-dik kommutátora az i-szer epsilon klm-szer jm. Tehát két különbözőnek a kommutátora az i-szer a harmadik, plusz vagy mínusz a ilyen sorrendben jönnek ciklikusan a k meg l és m indexek. Erre szokás pongyolán azt mondani, hogy ez a forgáscsoport Lie algebrája. Pontosabban mi ez? Az a forgáscsoport jól kiválasztott részcsoportjaihoz tartozó generátorelemeknek a kommutátor relációi. Ezek a jég
pontosabban a B-k ezek a Lie algebrának a bázisvektorainak tekinthetők, ugye a Lie algebra is komplex, a J-ket is tekinthetjük bázislemeknek, és mind a három J-ről odaírom, hogy ezek hermitikusak. Mi köze ennek az ábrázolás elmélethez? Az ábrázolás elmélet alapstratégiája az, hogy ja, mit jelent az ábrázolás, hogy egy csoport elemhez mátrixot rendelünk. Pontosabban egy operátort, ami valamilyen lineáris térre hat, és ott azt azonnal mátrixsal fogjuk reprezentálni, tehát két lépésű a reprezentáció. Először egy operátort, és aztán abból mátrixot. Tehát, hogyha a SO3-nak egy eleme úgy nézett ki, hogy F, egy alfa, beta, gamma paramétertől függ, és úgy írható, hogy E ad minusz I szer alfa szor J1, matrix E ad minusz I szer beta szor J2, E ad minusz I szer gamma szor J3, akkor egy ábrázolás, DF, azt olyan alakban keressük, hogy ez is egy matrix, hogy E ad minusz I szer alfa szor S1, E ad minusz I szer beta szor S2, E ad minusz I szer gamma szor S3, ahol S-ek N-szer N-es mátrixok, csak még nem tudom mennyi az N. Akkor a D is egy N-szer N-es mátrix lesz, és ugye azt szeretném, hogyha a DF1 F2 az a DF1 szer a DF2 legyen. Ne felejtsük el, hogy itt mi van. Itt a 3x3-as mátrixoknak a mátrixszorzása van, itt meg az n-szer n-es mátrixoknak a mátrixszorzása van. Mindenesetre ez jelenti azt, hogy az ábrázolás az homomorfizmus a csoportból a bizonyos mátrixoknak a körében. Hát most az a különbség, hogy az eredeti objektumok és mátrixok, tehát mátrixokhoz rendelünk mátrixokat, általában más méretű mátrixokat, és ez homomorf módon követi a szorzást. Az előzőekből akkor kiderül, hogy ennek az a feltétele, hogy az S-eknek ugyanaz legyen a kommutátor reláció. Ha a J-kről tudtam, hogy a K-adik J-nek és az L-adik J-nek a kommutátora az I-szer epsilon K-L-M-szer a J-M volt, hát most akkor azt szeretném, hogy a S-ek kommutátora ugyanígy viselkedjen, S-K-S-L, az legyen I-szer epsilon K-L-M-szer S-M, és még azt is szeretném, hogy az SK-k hermitikusak legyenek. Mert akkor a D-operátorok hermitikusak lesznek, ahogy egy szimmetriát ábrázoló operátort el is várjuk, hogy azok hermitikusak legyenek. Tessék felidézni az ábrázolás elmélet alaptételét. Az azt mondja, hogy ha van egy fizikai rendszernek egy szimmetriája, azt mondja, leírják szimmetria operátorok, a rendszeren értelmezett fizikai mennyiségek lineáris terén ábrázolódik a szimmetria, tehát léteznek olyan ábrázolt mátrixok, amik úgy szorzódnak, ahogy a transformáció operátorok szorzódnak, tehát a homomorfizmus van a transformáció csoportból a mátrixoknak ezen körére, és ezek a mátrixok transformálják el a rendszeren értelmezett fizikai mennyiségeket. Ez volt az ábrázolás elmélet alaptétele. A kvantummechanikában azt mondjuk, hogy van egy másik lineáris tér, a Hilbert tér, ami a rendszer állapotait. És akkor az ábrázolás elmélet alaptételét úgy, hogy a rendszer szimmetriája a Hilbert téren is ábrázolódik. Na most, amit itt elkezdtünk csinálni, ez azt mondja, hogy mi az, hogy ábrázolás. Hát akkor, ha valamilyen lineáris téren ábrázolni akarom a szimmetria csoportot, akkor azon az ábrázoló téren ható D-mátrixokat kell létrehozzom, amik úgy viselkedek, mint a csoportnak tehát csoportnak homomorf képét alkotják, és ezeket viszont generálják az S-ek. Tehát olyan S-mátrixokra van szükségem, amik az adott téren hatnak, és úgy kommutálnak, mint a forgáscsoport eredeti generátorai. Ne felejtsük el, hogy a J-ket konkrétan ismerem, az S-eket meg most keresem. Az ábrázolás elmélet, ugye általában is feltehető, tehát adott csoporthoz rendeljünk mátrixokat. A mélyén az, hogy miért lehet ezt megcsinálni, mert a csoportban a szorzás asszociatív, és a mátrix szorzásról is tanultuk, hogy az asszociatív. Ezért, hogy mondjam, a feladat elvégezhető. Ha Lie csoportok esetén az a stratégia, hogy van egy Lie csoport,
ennek megkeressük a Lie algebráját, ez itt a mi esetünkben megtörtént. Tehát gyakorlatilag fel kell írni a kommutátor, választani kell generátorokat, és választani, mindig felírni a kommutátor relációt. Ezek után ábrázoljuk, vagy D ez az ábrázolás, darcstalunk, ábrázoljuk, és akkor létrejött a Lie algebra ábrázolása. És ezt felexponencializálom, és akkor elvileg megkapom a ábrázolását a Lie csoportnak, ha az Isten a párt és a nagy majőelnök is úgy akarja, hát kiderül, hogy a három közül valamelyik bele fog dudálni, és nem ilyen egyszerű az élet. Mindenesetre ezt a stratégiát végbe vittük. Úgy csináltuk, hogy először is megváltoztattuk az S-operátorokat, tehát áttértünk, bevezettünk új operátorokat, bevezettünk S pluszt, ami az S1-es meg I-szer az S2-es, meg az S minuszt, ami S1-es minusz I-szer az S minusz, vagy S2-es, és egy S nullt, ami a S3-assal egyezik meg. Ezeknek is fölírtuk a kommutátor relációjét, S null, S plusz kommutátora az megint csak egy plusz S plusz, az S null, S minusz kommutátora az mínusz az S mínusz, és az S plusznak meg az S mínusznak a kommutátora az kétszer az S0. Rögtön felhívom a figyelmet, hogy a különböző könyvekben van, ahol ide a S1 meg I-szer S2 mellébe tesznek egy per 2-t, vagy egy per gyök 2-t, ennek megfelelően a jobb oldalon, itt ez az utolsó képletben levő kettes, az vagy ott van, vagy nincs, vagy gyök 2, vagy valami hasonló. Vigyázni kell, hogy melyik könyv hogy definiálja. Még bevezettünk egy nevezetes operátort, a C-t, Kazimir operátor, ami S1 négyzete, meg S2 négyzete, meg S3-nak a négyzete. És megmutattam, hogy a C és a mindegyik S kommutál egymással. Ugyanez a Kazimir kifejezhető a plusz-minuszosokkal is. Tehát be kell helyettesíteni, ennek az volt az inverse, hogy a S0 az egyenlő az S, S3-as egyenlő az S0-ban, az S1-es, az a S plusz meg az S minusz per 2, az S2-es az meg az S plusz minusz az S minusz per 2 i. Ezeket behelyettesítve ide a négyzetesbe az derült ki, hogy a C az S0 négyzet meg S0 meg S minusszor S plusz. Némi behelyettesítéssel ez jött ki. Hogy itt most mínusz vagy plusz van előre, de most fejből nem emlékszem, ezt meg kell nézni a jegyzetbe. Vagy le kell vezetni az öreg egyszer. Na most, mi a stratégiák? Keresek olyan vektorokat a vizsgált ábrázolási térben, tehát ahol ezek a D-k hatnak. Ezek a D-k, ezek egy V-ből V-be menők, valami Isten tudja, milyen vektortéren hatnak. Tehát a V-n ható operátorok, ott akkor a ket jelöléssel dolgozunk, ez még nem a Hilbert tér. Tehát veszünk ilyen vektorokat, amiket elneveztem KM vektoroknak, mert hogy a Kazimir felveszi rajtuk a K saját értéket, és a S0 operátor is meg felveszi rajtuk az M saját értéket. Azt tudjuk, hogy mind a kettő hermétikus. Tehát S0 adjungátja az az S0. Ugye itt azt tudjuk, hogy a pluszosnak az adjungátja az a mínuszos. A C-nek az adjungátja a C, tehát ezért a K is valós, meg az M is valós. És ezt a vektort arról neveztük el, hogy én vagyok az a vektor, ami a C-operátor felveszi a K saját értéket, és a S0 meg felveszi az M saját értéket. Következő lépésként a pluszos és minuszos operátorokat hattattuk rá. Ez a számolás ez nagyon analóg a harmonikus oszcillátorral. Volt egy nevezetes fizikus, aki a 50-es években megcsinálta, hogy ezt az egész algebrát, amit most csinálunk, visszavezette az oszcillátor. Tehát az oszcillátor algebránál emlékeztek, ott voltak ilyen A plusz meg A léptető operátorok. Hát három adag oszcillátort kell venni, és három oszcillátor megfelelő trükkös kombinálásával ez az itt leírandó algebra, ez kialakítható. Schwinger algebrának hívják. Na most azt mondtuk, hogy vegyünk egy olyan U-vektort, amit úgy kapunk, hogy a S pluszt hattattuk a
a KM-re, meg egy V-vektort, amit úgy kaptunk, hogy az S minuszt hattattuk a KM-re. Hattatjuk most ezekre az operátorokat, a C-t, C6 az úra, behelyettesítjük, mivel C kommutál az S-ekkel, kiderül, hogy kirakom itt a kalapokat azért, akkor fölveszi a K saját értéket. C a V-n is fölveszi a K saját értéket. Viszont mit csinál az S0? Mit csinál a U-val? Felveszi az M plusz 1 saját értéket. Igen. Az S0 V-n pedig fölveszi az M minusz 1 saját értéket. Honnan kaptuk ezeket a lépéseket? Behelyettesítettük, hogy a S0V az S0-szor S minusz, ez hat a KM-re. S0-szor S minuszt abból a kommutátorban, ami itt van, hogy kommutál az S0 és S minusz, azt kifejezzük S minusz-szor S0-nal. S0-nak a KM-re való hatását tudjuk, és innen számoljuk is, innen jöttek ki ezek a lépések. Mi következett? Hát az, hogy ez az U-vektor, ez nem más, mint az M plusz 1-es saját vektor. Tehát azt mondhatom, hogy az U-vektor, amit úgy kapunk, hogy S plusz 6 a KM-re, az nem más, mint valamilyen szám, alfa KM szám, szorozva a K M plusz 1-es. Hiszen a C fölvette a K saját értéket, az S meg az M plusz 1. A V-vektor, amit viszont az S minusz lefelé léptető operátort csináltak KM-ből, az meg valamilyen béta szám, szor a K és M minusz 1. Az N saját értékből elindul egy létra. Egyesével fölfelé, egyesével lefelé. A M plusz 1 is saját érték, M plusz 2, M plusz 3, M minusz 1, M minusz 2, stb. Ez elvileg egy végtelen létra. De azért mégsem. Itt jönnek a további bonyodalmak. Ezt az alfákat nem ismerem, de csak át meg az ember se ismerem. Következő lépésként azt mondtuk, hogy az alfák és a béták között kapcsolatot lehetett teremteni. Lépjél már. Megszoroztuk a K M minusz, M plusz 1-est megszoroztuk a S plusz KM-mel. Ez akkor a K M plusz 1 szorozva a U-vektorral. De az U-vektor, most derítettük ki az előbb, hogy az a alfa KM szer a K M plusz 1-es. K-k egyre vannak, ezek a KM-ek egyre vannak normálban, ezt elfelejtettem korábban mondani, oda lehet írni. Ezért ez nem más, mint a alfa KM szám. Vegyük ennek a konjugátját. A konjugátját úgy kapom, hogy fordítva írom, ide írom a KM-et, ide az S plusznak az adjungátját kell írni, és ide KM plusz 1-es. S plusznak az adjungátja az az M, S minusz, KM, S minusz, K, M plusz 1. S minusz az lefelé léptet, itt a KM, és itt van akkor béta K, M plusz 1, szer a KM-es. KM az egyre van normálva, ez akkor a béta K M plusz 1, és ez az előzőnek a konjugátja, tehát a béta K M plusz 1, az az alfa KM-nek konjugátja. Megtehetjük, hogy mind a kettőt valósnak választjuk, és ténylegesen úgy szokták a számolásban használni, mind a kettő valós, akkor ez a béta egyszer legyen a megfelelő alfa. Következő lépésként fölírtam azt, hogy a K az ugye K-szor 1, úgy írjuk, hogy a KM vektor, ami egyre van normálva, szorozva a K számmal, KM, K szám, KM. KKM az nem más, mint a C operátor a K-ra, tehát ez a megfelelő szendvics, KM, C operátor, KM. Most jön az, hogy a C operátort behelyettesítjük kétféleképpen. Tehát a KM meg van szorozva, ide írom az S1 négyzet, meg S2 négyzet, meg S3 négyzet, KM, akkor ezt úgy lehet írni, hogy KM, S1, S1,
Km, meg a másik két ugyanilyen. Az S1 az önadjungát, ezért ide tehetek valamit. Ezért ez nem más, mint a S1 Km vektornak az önmagával vett skalár szorzata, tehát a norma négyzete, plusz ugyanez a másik kettővel, tehát ez nem negatív. K nem negatív. Másrészt innen folytathatom másképp is. Csillagtól. Tehát akkor Km, és beírom a C operátornak a plusz-minuszosokkal vett kifejezését. A S0 négyzet, meg S0, meg S minuszszor S plusz. Most már tényleg nem emlékszem, hogy S plusz, S minusz, vagy S minusz, S plusz volt. Mindegy. A végeredményt azt tudom, hogy mi jön ki, Km. Az S0 a Km-ben felveszi az M saját értéket. S0 négyzet az az M négyzetet, tehát akkor az S0 négyzet szer Km, Km az egyre van normálva, tehát M négyzet meg M, meg még maradt az, hogy Km, S minusz, S plusz, Km. M négyzet meg M, meg Km, S minusz. Mit csinál az S plusz a Km-mel? Átviszi abba az U vektorba, azaz alfa Km szer a Km plusz 1-esbe. Alfát, mint számot ki lehet emelni. M négyzet plusz M plusz alfa Km szer Km, és mit csinál az S minusz Km plusz 1-essel? Megszorozza, lejjebb viszi egyel az értéket, és megszorozza bétával, ebből lesz egy béta K M plusz 1 szer a Km-es. A Km szer Km az 1, ez tehát M négyzet meg M, meg alfa Km szer béta K M plusz 1. Az előbb kiderítettük, hogy a béta az az alfának a konjugátja, tehát ez M négyzet meg M, plusz alfa Km-nek a négyzete. Abszolút érték négyzete, mert a saját konjugátjával van szorozva, ez volt az alfa Km konjugátja. Ott kezdődött a képlet, hogy K. Azt kaptuk, hogy alfa Km, abszolút négyzet, egyébként nagy K minusz M négyzet. Ha ezt az M függvényében lerajzolom, akkor valami ilyen parabolát kapunk. És tudjuk, hogy ha van egy M, akkor az M plusz 1, az M plusz 2, M plusz 3, stb., meg M minusz 1, ezek mind saját értékek, és akkor az alfa Km abszolút négyzet lemegy a negatívba. Ajaj, nem nyert, hiszen alfa Km az egy komplex szám abszolút négyzete, az nem negatív. Hogy lehetett ezt feloldani? A logika hasonló, mint az oszcillátornál, hogy nem megy a végtelenig a lánc, hanem valahol megáll. Ha visszalapozunk, az a bizonyos S plusz hatott a Km-re, amiről azt mondtam, hogy az a Km plusz 1-es vektornak a valahányszorosa, az lehet, hogy a 0 vektor, és akkor nem létezik a Km plusz 1-es vektor. Tehát létezik egy max M érték, amit elnevezhetek ilyenek, úgyhogy amikor az S plusz hat a Ky-re, az már nem a J plusz 1-es lesz, hanem az a 0. És létezik egy minimális M, amit meg elnevezek kiskának. Hogyha az S minusz 6 a K kiskára, akkor nem a kiská minusz 1-es kapjuk, hanem a nullát. Tehát egy alsó és egy felső határ. Ha ezeket behelyettesítgetjük, hogy mi történik, akkor kiderül, hogy ebbe a K-s képletbe berakva azt kapjuk, hogy a K minusz J minusz J négyzet az nulla. Hasonlót kapunk, hogy K minusz itt az M-re valamit M-mel kifejezett mennyiségek nullák. Ennek a kettőnek egyenlőnek kell lenni, abból kiderül, hogy a J-re, vagy a K, kiskára két értéket kapunk, J plusz egyet vagy minusz J-t. A J plusz egy nem jó, mert a kis K, mint minimum, hivatalból kisebb egyenlő, mint a J. Ezért ez nem nyert. Ezért marad az, hogy a K egyenlő minusz J. És ettől kezdve a kisét nem kell használni. Van egy alsó határ, meg egy felső határ, az egyik mínusz J, a másik plusz J. És akkor most jön a csiribi, hogyha ez a parabola így megy, hogy itt vannak közte ezek az M-ek, ez itt a J, ez itt a mínusz J, akkor a kettő között mennyi a távolság két J, az egy egész szám, egy nem negatív természetes szám,
n, ezért a j eleme az n halmaz per 2-nek, azaz milyen halmazban van benne? 0, 1, 2, 1, 3, 2, 2, stb. Itt kaptunk. Elkezdtük ábrázolni a forgáscsoport Lie algebráját. Olyan mátrixokat szeretnénk felírni, amik reprezentálják a Lie algebra generátorait, ezek az S-ek. Azt csináltuk, hogy az egyik S-t diagonálisnak szeretnénk választani, az az S0-as, az S3-as, mert az ő saját vektorainak a bázisát dolgoznánk, ezek a KM vektorok, amiket felírtunk, az S0-nak saját vektorai. És az M-mel jelöltük a saját értékek. És a következő derült ki, hogy a maximális M egy adott esetben az egy olyan szám, ami vagy egész, vagy egy fél egész. És ehhez összesen hány darab állapot tartozik? Az M lehetség, már nem látszik itt a papíron, folytatom. Még egy technikai lépés kell hozzá. Eddig azt mondtuk, hogy KM. Az előző képedből kiderült, hogy a K az J meg J négyzet. Na. Lapoztam. K jelölő J plusz J négyzet, amit úgy szoktak írni, hogy J szer J plusz 1. A J-nek a lehetséges értékei egyszerűek, ezért ahelyett, hogy KM vektor, ahelyett azt fogom írni, hogy JM vektor. És akkor mit kaptunk? Hát ábrázolni akartuk a SKSL kommutátor egyenlő I szer epsilon KL M szer SM algebrát. Azt kaptuk, hogy létezik egy J kvantum szám, amely eleme a 0, 1, 2, 1, 3, 2, stb. Halmaznak, és ennek megfelelően a megfelelő M-ek benne vannak a mínusz J plusz 1, J mínusz 1, J halmazban. Ennek az elem száma, ha megszámoljuk, 2J plusz 1. Ha J feles szám, akkor a 2J plusz 1 az egy páros szám lesz. Ha J egész szám, akkor ez egy páratlan szám lesz. Szépen is megjegyezni. És akkor a következő történt. A Kazimir operátor hat egy ilyen JM vektorra, fölveszi a K saját értéket, azaz J szer J plusz 1-et. Ha az S0 operátor hat egy ilyen JM vektorra, akkor felveszi az M saját értéket. Ha az S pluszos operátor hat egy ilyen JM-re, akkor láttuk, hogy az alfára kijött, hogy alfa négyzet az K minusz M minusz M négyzet, ezt átrendezve azt kapjuk, hogy az akkor gyök, J szer J plusz 1, mínusz M szer M plusz 1, szorozva a J M plusz 1-es vektorral. Látszik, hogyha M egyenlő J, akkor itt nullát kapunk, és nem lesz egy újabb vektor. Létre tetejétől nem lehet tovább menni. S mínusz hatása a J M-re, az némi algebrával az jön ki, hogy J szer J plusz 1, mínusz M szer M mínusz 1, J M mínusz 1. Ha a M helyére beírjuk a mínusz 1-et, akkor a gyök alatt nulla van, és akkor megint nem lépünk. Ismerjük a szereplő operátorainknak a hatását az összes bázisvektorra. Egy adott J-nél van két J plusz 1 bázisvektor, és azon a C mindig konstans. Tessék emlékezni, mi volt a C? C az kommutált az S-ekkel. Az S-ek azok a Lie algebra ábrázolásának a bázisvektorai. A Lie algebra ábrázolásának vektorai az S-eknek a lineár kombinációi, tehát a C az kommutál a Lie algebra ábrázolásának az összes elemével. Tessék emlékezni a Schur lemmára. Schur azt állította, hogy ha egy csoport irreduszibilis ábrázolásának minden operátorával kommutál egy operátor, akkor ő konstanszor az egységmátrix. A C udvariasan felteszi a ezért én vagyok az, mert hogyha rögzítem a J-t,
és az M-eket változtatom, akkor ott a C az úgy néz ki, mint J-szer J plusz 1-szer az egységmátrix. A J-nek az a szerepe, hogy az egyes irreducibilis ábrázolásokat indexeli, tehát van egy olyan DJ irreducibilis ábrázolás, aminek a dimenziója az 2J plusz 1. És ezen ábrázolásnak a bázisvektorai a J-emek, és ezeken megvan a másik három operátornak a hatása. Ha most akkor csinálok ilyet, hogy J-vessző, M-vessző, valamelyik operátor, a operátor, J-M, hogy ezzel mit kapok? Megkapom annak az A-nak a mátrix elemeit. Tehát konkrétan az S0, S plusz, S minusz mátrix elemeit megkaphatom. Ezek most akkor 2J plusz 1-szer 2J plusz 1-es mátrixok. Ezt ugye rövidítve D-dimenzióban kerüljük. Amikor a J fölveszi a 0, 1, 2, 1, 3, 2, 2, stb. Értékeket, akkor a D egyenlő 2J plusz 1, fölveszi az 1, 2, 3, 4, 5, stb. Értékeket, miközben a K, a J szer J plusz 1, az ilyen ronda értékeket vesz föl, hogy 0, 1, 2-nél 3 negyedet, 1-nél 2-t, akkor itt a 15 negyedet, 6-ot, 35 negyedet, stb. Tehát a K-nak tényleg csúnya értékei vannak. De a legegyszerűbb értékei a dimenziónak vannak. Miért azt mondjuk, hogy a J-indexű ábrázolás, miért nem azt mondjuk, hogy a valahány dimenziós ábrázolás? Bonyolultabb csoportokra ugyanezt végig lehet csinálni, tehát a forgáscsoport SO3 az egyik legegyszerűbb csoport, amivel ezt a játékot megcsináljuk. Bonyolultabb esetben az derül ki, hogy nem minden dimenzió szerepel, és van olyan dimenzió, ami többször. Például az SU3 az egy 8 paraméteres csoport, a 3-as unitér mátrixok csoportja. Annak a ábrázolásainak a dimenziója 1, 3, 3, 6, 8, 8, 10, 15, ilyesmik jönnek elő. Nincs minden dimenzió, de némelyik dimenzió többször van. Ezért nem célszerű a dimenzióról elnevezni, hanem a J jellegű kvantumszámot kell bevezetni. Bonyolultabb csoportnál több ilyen J kvantumszám van. Ezzel kapcsolatban akkor érdemes elmondani azt, hogy ugye van ez a fogalom, hogy a csoport rangja, az azt jelenti, hogy a Lie-algebrának van rangja, hogy hány egymással kommutáló, ám de lineárisan független elem van benne. Egy elem meg a kétszerese, ugye a Lie-algebra az algebra, tehát lineáris tér, benne van az elem meg a kétszeres, azok nyilván kommutálnak egymással. De előfordulhat, hogy lineárisan független elemek is kommutálnak egymással, a mi esetünkben ez egy. Bonyolultabb csoportnál, például a négydimenziós forgáscsoportnál, vagy az SU3-nál más számokat kapunk, ott például ez kettő. Az derül ki, hogy akkor két darab J jellegű kvantumszám van, és két darab M jellegű kvantumszám. Tehát akkor egy irreducibilis ábrázolás nem egy szám fog jellemezni, hanem kettő. És van egy képlet, ami a dimenziót kiszámítja az egyik J-ből, meg a másik J-ből. Ugye a kettőt kell neki hozzá tudni. És a egy-egy bázisvektort pedig két darab M-mel tudunk jellemezni. Jó, na most megvannak a mátrixok. Következő lépésünk a jövő héten már az lesz, hogy sorba vesszük ezeket az ábrázolásokat, kezdjük a J-egyenlő nullánál, és elkezdjük ezeket interpretálni. Látjuk, hogy a J-egyenlő nullás, J-egyenlő egyes az jól érthető, J-egyenlő kettes az valami újdonságot jelent, de hát nem fordul elő a fizikában, és meg kell keresni, hogy hova bújt. A J-egyenlő 1-2-es, 3-2-es meg egyebek, azok viszont új és érdekes topológiai fejleményeket vezetnek, és abból lesz az elektronnak spinje. Innen fogjuk folytatni, köszi szépen. Mondjátok meg a többieknek is, hogy akkor meg lehet nézni ezt a felvételt, mert mindjárt föl fogom tenni. Oké, sziasztok! Köszi, szia! Kösz szépen, szia!